ünnepi hangon csendül, a trombita és a kőszava, a szent urat buzgó áldja, az angyalok kara. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, s az ő szent fiától, ami Jézus Urunktól, úgy legyen. Ámen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, gyülekezet tagjai és kedves vendégek. Örülök, hogy eljöttetek és megtisztelitek, és kedves édesanyák, akik szülőértekezletre is megérkeztek. Ebbe a közösségbe lépnek be a gyermekeitek, konfirmandus szülőkkel is találkozunk. Köszönöm szépen, hogy nyitott szívvel vagytok jelen. A kórusunk 10. évfordulóját ünnepeljük. Vezessen bennünket közös gondolkodásunkban a 140 és háladásunkban a 149. Zsoltár. Hallgassátok szeretettel! Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicséretet a hívek gyülekezetében! Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! Dicsérjétek nevét, körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenő helyükön, szájuk Istent magasztalja, kezükben két élő kard van, bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket, láncra verik királyaikat, vas bilincsbe előkelőiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat! Csak is így magasztalhatjuk az Istent. Kezünkbe adott egy csodálatos fegyvert. Azt írja, hogy két élő kard. Tudod mi ez? Ez az ige. Az Isten igéje. Két élő kard. Nem szoktunk olyat énekelni, amelynek ne lenne bibliai alapja, amely ne Isten nagyságos hatalmát és jelenlétét adná tovább, ne arról tenne bizonyságot. Mi szolgálunk. Ez a kis kórus arra gyűlt össze, hogy Isten ügyét szolgálja. Két élő kard ének szóval legalább három szólamban. Ez nem is olyan könnyű. Mi sokszor hitetlenkedünk, amikor új művet hoz Mohai Judit karvezető asszony, tanárnő. Hitetlenkedünk, hogy ez nekünk túl nehéz. Nem leszünk rá képesek. Mindig igei alapú az a mű. És mindig sikerül. Sikerül azzal küzdeni, meg küzdünk mi is. Belül a lelkünkben is valószínű. És aztán úgy adjuk tovább nektek, a gyülekezetnek. Mert tudjátok, az Isten igéje elvégzi a maga dolgát. Ez a Zsoltár nem Isten népének magasztalása, hanem Isten magasztalása. Ő az, aki megfenyíti a nemzeteket, akik hitetlenek. Ő az, aki igazságot szolgáltat. Bizony végrehajtja az ítéletet is úgy, ahogy megvan írva. Dicső dolog az Isten harcosának lenni. Mi pedig olyanok vagyunk, akik az énekkel. De tudod, hogy ez egy nagy harc. Sokszor saját magunkkal, hogy el kell indulni, meg kell érkezni. Szabaddá kell tenni magamat. Aztán harc a megtanulása. Utána pedig harc, amikor szolgálunk a gyülekezet közösségében, mert nagyon soknak, sokaknak a gyülekezetben pontosan a mi szolgálatunk által ér majd célba az Isten megszólító igéje. Az utolsó mondatot még egyszer felolvasom, mert ez a mi életünk. Dicső dolog lesz ez, az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat! Továbbra is buzdítalak benneteket, hogy ebben a küzdelemben együtt harcoljunk Isten ügyéért. Úgy legyen. Ámen. Köszönjük szépen, drága Úrunk Istenünk, hálás szívvel a lehetőséget. Megmutattad ezt az utat is, amely a te küzdelmed, hogy az emberek megértsék a te szavadat, amely életre hívó szó.
el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Köszönjük szépen, hogy mi ebben a szolgálatban a te eszközeid és segítőid vagyunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kész már a szívem énekelni, Istenem néked hálát zengeni, néked dicsőni. Kész már a szívem hálát zengeni, kész már a szívem hálát zengeni, szolgálni téged gyönyörűség, Isteni téged szemkötelesség. Nagyon nehezen jutok szóhoz, mert az én tisztem, az éneklés, illetve az ének összefogása és irányítása. Semmi más nem tesszük, csak alázattal tesszük a dolgunkat, amelyet nagy tiszteletű Kár Melinda lelkipásztor asszonytól látunk. Köszönjük szépen Olá László lelkipásztor úrnak a segítséget, és Tényiné Gölöncsér Éva gondnokasszony is nagyban segíti a munkánkat. A kórustagok közül pedig a kórus szíve, lelke, szervezője, gyámolítója Takács Marcsika. Köszönjük a presbitérium támogató munkáját, biztatását, és Vörös Villő karnagy társam. Tulajdonképpen igazából őt kérte föl a nagy tiszteletű asszony a kórus építésre, de ő nagyon fontos szerepet tölt be, mert ő az állandó orgona kísérő, zongora kísérő, illetve kísérő. Ha kell, énekel, minden szerepben. Ő a mi Jolly Jokerünk. Még egyszer tisztelettel köszönjük a támogatásukat, és ígérjük, hogy a továbbiakban is megtesszük, ami tőlünk telik. 2014-től több alkalommal vettünk részt nagyon szép eseményekben, például Csákváron sokszor meghívtak a Kantáta Flóriának keretében tartott kórus találkozókra. Sok élmény volt, nagyon jó volt, szerettünk elmenni. Évelején rendszeres látogatói vagyunk az Ökumenikus Imanapnak, Agárdon a katolikus gyülekezethez megyünk. Színvonalas műsorok összeállításával, vendégek meghívásával rendeztünk jótékonysági hangversenyeket, intézményeink, mint az óvoda javára is, és nagyon szép adventi műsorokat szerveztünk. Meghívott vendégeink voltak a Komáromi Evangélikus Kórus, ahova ők is meghívtak, és ott nagyon szép kirándulás volt a Monostori erődben, amit megnézhettünk, aztán a Székesfehérvári Evangélikus Kórus is meghívott vendég, ők is most visszahívnak minket. Aztán voltak túl környéki kórus találkozók, ahol itt meghívtuk az Alboráda kórust, a Kápolnás Nyékit, a Pákozdit, a Dinnyési Aranypávadíjas Iglice Néptalkört. Aztán nagyon, hát rendszeresen köszöntjük az intézményeink alkalmazottjai, tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken. Egyházi ünnepeink és istentiszteletein minden alkalommal részt veszünk. Hát Jónás Krisztina szervezésében volt egy nagyon nagy élményünk. Az összesített nagy kórussal a Vivaldi Gloria című művet énekelhettük zenekarral. Hát ez nagyon-nagyon szép volt.
és több alkalommal más felekezetek kórusainak is, és népdalköröknek is meghívott vendégei voltunk. Igen, de ez fontos, hogy akkor víz van benne, akkor nem lesz igazi. Hozzászám!